Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a mai videóban ismét Kang lesz a téma, pontosabban Victor Timely, akit mindig csak részben említettem az elmúlt két videóban, hiszen róla nem igen tudunk semmi. A teóriák mentek, hogy lehet-e ő esetleg a hódító, viszont jobban megvizsgálva a Loki utolsó részét, plusz azt a kis ízelítőt a második évadból, elég fontos részletek derülhettek ki. Mindig szeretem ezt a három variánst külön választani, teljesen külön a többitől. Ezt már nagyon sok videóban elmondtam, és mindenképpen szeretném itt az elején leszögezni ismét. A Lokiban azt hallhattuk, hogy egy variáns van, aki ellenállt a többinek. A Hangya 3-ban ugyanezt hallhattuk, és a Kengek tanácsa is csak egyről, a száműzöttről tud, aki nem tartozik közéjük, és ezért is voltak nagyon idegesek, hogy nem ők ölték meg. Mi viszont látjuk, hogy ez egyszerűen nem igaz, mert három van. Ez a három nem is volt ott, amikor összelettek hívva a variánsok, ugyanis állítólag az összes variáns össze lett hívva, kivéve a száműzöttet, aki ezek szerint egy személy, mégis három néven fut. Victor Timely. Nem szeretnék a képregényes eredetébe belemenni, arról majd érkezni fog külön egy videó, említés szintjén, hogy ő egyébként a Prime Kang volt, az első Kang, aki visszautazott az időbe, és megalapította a Timely vállalatot. Mit tudunk eddig róla az élőszereplős formában? Ő is az idő felé érdeklődik, és a jövőből jött vissza, mégis úgy látszik, hogy nem 31. századi technikákat használ, hogy miért ez is érdekes, majd később belemegyek, de ami még feltűnő, hogy ez azért máshogy viselkedik, mint a Kengek tanácsában látott variánsok, sokkal visszafogottabb. Sokkal jobban hasonlít mondjuk a megmaradóra. A megmaradó annyit mondott, hogy amikor a Kengek elkezdtek harcolni egymással, volt az első variáns, aki ezt megunta, és Aliot erejét felhasználva lezárta a multiverzális háborút. A mondat végén pedig nem titkolja, hogy ez nem más volt, mint ő maga, a megmaradó, viszont nyilván ekkor még nem így hívták. De egy kis kitérő, hogy pontosan ki is az az Aliot, ugye őt láthattuk az ötödik részben, viszont róla igazából elég annyit tudni, hogy ő volt az első olyan lény, aki kiszabadult az időkorlátai alól, azután egyre jobban növekedni kezdett az ereje, és minden időt, idősíkot képes volt elnyelni. Egy valaki fogott ki rajta, egy valaki tudta őt legyőzni, az nem más volt, mint Kang a hódító, és ez valószínűleg így volt itt élőszereplős formában is, ugyanis a megmaradó neve korábban a hódító. Volt. Milyen érdekes egybeesés. Ez majd kapni fog külön videót, de annyit így leszögeznék, hogy ez a lény segített Kangnek egyébként a Kang tanácsot legyőzni a képregényekben, ami itt sem elképzelhetetlen, látva Hangya 3 stáblista utáni jelenetét. Na de a lényeg. Itt nagyon fontos megnézni azt a kis eszközt, amit a kis hologram Kang tart. Ezután nézzük meg az új Loki ízelítőben látottat. Amikor ez a videó készül, még nem jött ki a második előzetes, de hogyha esetleg eddigre megjelent volna már, akkor sem befolyásol semmit, és ez egy elég fontos egybeesés lehet. Tehát a megmaradó felvázolta, hogy mi történt, a Loki második évadában pedig a múltban fogunk járni, és azt fogjuk látni, hogy a megmaradó mit csinált akkoriban, pontosabban, hogy akarja Aliot erejét felhasználni, és ezen kísérletezik, hogy ez lehetséges legyen, nyilván ehhez kell az időt is babrálni. És ezt a kísérletet fogjuk ott látni tulajdonképpen, bár igaz, hogy csak a sorozat második felében fog feltűnni a legfrissebb hírek szerint, de ez nem jelent semmit, reméljük, hogy akkor nagyobb szerep. Lesz, és nyilván azért kell neki a Aliot ereje, hogy lezárja majd a későbbiekben a multiverzális háborút, mi akár már a Kang dinasztia is lehet. Ezt a teóriát is már milliószor elmondtam, és nem szeretném mindig ismételni magam. Lehetséges, hogy a Kang dinasztia állandóan ismétlődik egy időhurok miatt, azaz már megtörtént, és majd most sikerülni fog ezt az időhurkot megszüntetni, viszont ennek a következménye lehet majd a titkosháború. Szerintem ez nagyon izgalmas lenne, hogy a Loki második évadában azt látjuk, hogy a megmaradó múltbéli mit csinál, és itt még csak tényleg elkezd kísérletezni, és valami miatt ide kellett visszajönnie ebbe a korba. Itt az a kérdés, hogy miért? Miért nem a 31. században csinálja ezt? És talán azért, mert itt a 20. század elején annyira nem gyanakodnak rá, és a Kengek tanácsa sem sejtheti, hogy nem halt meg valójában, hanem életben van. Szóval én elképzelhetőnek tartom, hogy Timelyből lesz a hódító, mert a hódító visszakerült ide a Hangya 3 eseményei után, és ez is egy időhurok, de valahogy majd a hódítóból a Kang dinasztia végé lesz a megmaradó, mert ő marad meg a Kang háborúból, és akkor ez egy ilyen örök körforgás, ami ha megszakad, akkor valami történik a multiverzumban, aztán jöhet a titkos háborúk. Megvan az a teóriám is, miszerint Victor Timely egyszerűen a múlt,
Belőle lesz majd a megmaradó, aki egyszerre hódító is, és azután válik szörnyeteggé, miután látta, hogy a TVA-vel a békésebbik módszer nem működik, bár ez azért fura, mert ő azt mondta, hogy a múltban hívták hódítónak, tehát az a jelenet a Loki utolsó évadában, az mindenek után van, az időn kívül van, nincs időhöz kötve, tehát lehet, hogy ami ott egy perc, az itt földi idővel mérve 2 milliárd év. Tehát lehet, hogy az egész MCU után járunk, hát nem véletlen mondta, hogy tudja, hogy mi mindennek a vége. Itt az érdekesebbik kérdés már csak az, hogy mire érthette azt, hogy hamarosan találkozunk. Lehet, hogy tudta, hogy vissza fognak menni majd a második évadban az időben, és ott találkoznak. Vagy hogy ő hamarosan érkezni fog hódítóként. Egy valamiben biztosak lehetünk, hogy hagyta magát meghalni. Nem értem meglepetésként az, hogy őt megölték, és biztos, hogy van neki is valami terve. Ez 100%. Ebben a napokban hivatalos lett, hogy nem csak Victor Timely, hanem a megmaradó is vissza fog térni a második évadba. Az, hogy milyen formában, az nem tisztázott, de mivel szerintem ez bejelentést kapott, ezért biztos, hogy nem csak egy ilyen kis cameo meg visszaemlékezés erejéig. Lehet, hogy párhuzamosan fog játszódni két idősíkon a történet. Meglátjuk, annyi biztos, hogy visszatér. A kettő közül valamelyik biztos, hogy igaz lesz. Az, hogy ezek a variánsok ugyanazok, én ennyi teória után nem kételkedek ebben. Nyilván nem érne csalódásként, ha végül nem így lenne, de sokkal több bizonyíték van arra, hogy így lesz, mint hogy nem. Meglátjuk, én nagyon kíváncsi vagyok főként a karakter stílusára egyébként, szerintem az egyik legérdekesebb variáns lehető, és én is mondtam, hogy rosszul lett megírva a karakter a Hangya 3-ban, de hogyha ezek a teóriák bejönnek, akkor mindent visszaszívok, mert az egyik legkreatívabb lépés lehetne. Meglátjuk, bár a megmaradó így is az egyik legjobban megírt MCU karakter, mert ott a Loki utolsó része az MCU pillanatok top 3-ában biztos, hogy benne van. Mentben mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről, és hogy szerintetek ez mennyire lehetséges. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, vagy ha úgy érzitek, csatlakozzatok a tagok közé. További szép napot, sziasztok!